És ez az út, ebben van élet, ebben van élet, ebben van élet. És nagyon-nagyon jó volt együtt. Én személy szerint nagyon élveztem. Valóban nagyon élveztem. A tegnapi távoltűz is milyen jó volt. Olyan jó volt látni a gyerekeket, a felnőtteket, a Palkót, ahogy énekelt, másokat, Dávid, ahogy beszállt dalba, amit a Palkó nem tudta az akkordokat. Tehát olyan voltunk, mint egy család, nem? Olyan voltunk, mint egy család. Így visszaképzeltem magam, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob, se kijönnek a sátorból. Ezek mi vagyunk. Oké? Úgyhogy... És csak három dolgot szeretnék így, vagy így bátorítani magunkat benne. Az egyik az az identitás, amit az Ica mondott. Hogy ez így az ördög harcmezeje igazából, így az identitás. És arra gondolok, hogy én úgy érzem, meg úgy látom, meg nyilván, hogy csak nem vagyunk erősek abban, akik így Krisztusban vagyunk. Így nem vagyunk így sokszor meggyökerezve benne, megalapozva benne, megerősödve benne. Pedig végül is így az első pillanattól kezdve ez egy nagyon erős igazság volt, amit így kaptunk, nem? Így visszaemlékszel a régebbi időkre, visszaemlékszel a bibliaiskolára. Ez olyan volt, hogy ez ilyen világos, hogy ki vagy te Krisztusban. És aztán képzétek most, ahogy így nyilván forgok más testvérekkel, más gyülekezetekből, más körökbe. Így azt látom, hogy Magyarországon van egy ilyen, meg világszerte egy ilyen felfedezése ennek az identitásnak, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. És gyülekezetek úgy tudnak örülni ennek. Hívők úgy tudnak örve. Hát 30 éve hívő vagyok, én még ilyet soha nem hallottam. Hát ez nem igaz. És így megújul az életük. És közben így ránézek magamra, vagy olykor magunkra, és így, hát 30 éve hallottuk ezt, és valahogy, oké, és ne, csak azt akarom mondani, hogy én szerintem sokszor megszokottakká váltunk, és megszokottak lettünk olyan igazságokkal, amelyek így megmentik a lelkünket, megmentik az életünket. Tehát ez az egész identitás, azonosság téma, aki Krisztusban vagyok, ami rám vonatkozik, ez nem egy jó gondolat. Ez nem egy ilyen lájkolni való, hú, de aranyos gondolat. Hanem ez egy szellemi fegyverzet, amivel harcolni lehet. És minden menekül. És minden menekül. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut. És megállhatunk benne. És nekem ez az egyik vágyam, hogy ez egy ilyen újra felfedezése legyen a szívünk mélyén. Tetszett, amit Ica mondott, és igazából ezt mondtuk itt, de hogy tudjátok, hogy ott van az a 95 pont. Szerintem mindenki, vagy legtöbben közülünk az olyan, 95 pont, igen, ott van valahol a jegyzetek között, ott van valahol a polcon. Semmit nem ér. Semmit. Még rosszabb, mint akinek nincs meg. Rosszabb. Rosszabb. Érezzük magunkat jól, rosszul? Jó, de csak azt akarom mondani, hogy azt szeretném mondani ezzel, hogy fogjuk, kutassuk elő, vegyük elő a Bibliát, írt ki, nem kell, hogy 95-ig eljuss, az már néha nem tudunk befogadni, de az a 20, az a 10, az a 8, az a 15, és tegyük magunkévá, és a Szent Szellem jön, és hozzuk le innen ide, meg kérjük a Szellemet is, hogy segítsen.
Zsidók 2:1 azt mondja, és figyeljetek, Zsidók levelében intések vannak, komoly intések. És képzeljétek el, nem megyek bele a hátterébe, de amikor megkapták a júdei gyülekezetek ezt a fergeteges intéseket, ezek dorgálások voltak. Ez időtáj már tanítóknak kellene lennetek, de ismét arra van szükség. Tudjátok, hogy mi történt? Történelmi tény. A júdeai gyülekezetek megalázták magukat. Nagyon komolyan vették az Isten szavát, ami eljött hozzájuk a levél formájába. Megragadták, az legyen az a hitnyugalom, legyen az Krisztus fősége és elsőbsége. Legyen az a hitnek a szerepe, ugye a zsidókhoz írt levélben. És megmenekültek. Megmenekültek lelkileg, és aztán fizikailag ennek egy történelmi oka van. Megmenekültek. Tehát van olyan, hogy jön az Isten igazsága, és én megragadom és megmenekülök. Van. Zsidók 2:1. Annak okáért, annál is, azért tehát, én még régi károlista vagyok, jó? Legalább kell egy annak okáért benne lenni, jó? Azért tehát, még jobban kell nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodródjunk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Oké? Ezek az igazságok ott voltak nekik. Hallották. Hallottam. Csak nem figyelsz. Nem figyelsz, pupák. Nem figyelsz, hogy mit mond a szellem. A szellem azt mondja, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az úgolódás napján a pusztába. A szellem azt mondja, hogy keverj hitet az igazsághoz és az ígéretekhez, és bemész a nyugodalomba, mely bősége számodra. Na, pont. Uff, jó? Második. Most is kijött a bizonyságokba. Mondtátok, érzékeltétek, én is érzékeltem, hogy annyi, de annyi érték kincs van így a gyülekezetünkben. Annyi, de annyi érték, akkora kincsek. És hogy csak ezt akarom mondani, hogy nyissuk ki a szemünket. Kérjük, hogy Isten, nyisd meg a szememet. Nyissuk ki a szemünket. Vegyük észre egymást, értékeljük nagyra, jelezzünk vissza egymásnak. Egyszerűen kultiváljuk, gazdálkodjunk ezzel az értékkel, amit Isten adott, mert ezt Isten adta, oké? Tehát ez nem így tőlünk van, hogy, ja, hanem ez így Isten adta egymáson keresztül, és adja. És figyelj, minél inkább kultiváljuk, annál többet kapunk belőle. Minél inkább leértékeljük, annál kevesebbet kapunk belőle. Ez egy ennyire egyszerű. Minél inkább kultiváljuk, annál többet kapunk belőle. És emlékeztek, mondtam azt, hogy válasszuk a kedvességet, a megszokottság vagy a közöny helyett. Az egyik kedvenc versem, és mikor a kedvességre gondolok, ez a vers jut eszembe. Filippi 4:1, csak fel akarom nektek olvasni. Filippi 4:1. Pál apostol ír a filippi belieknek. Tudjátok, Pál apostolnak tekintélye van, nagyon sok mindent mondhat. És ezt mondja. Azért, szeretett testvéreim, akik után úgy vágyódom, én örömöm és koronám, így álljatok meg az Úrban, szeretteim. Így tudsz, csak számold meg, hány ilyen kedves szó van benne. Úgy kezdő, hogy szeretett testvérem, ez a, ugye az agapéja. Az ilyen szerelmeseim. Talán lehet, hogy Károly így is fordítja egyébként. Szerelmeseim. Így beszél a testvéreihez. Ezért szerelmes testvéreim, akik után úgy vágyódom utánatok. Ti én örömöm
ti én örömöm, ti én koronám. Mi az a korona, nem? Tehát a korona az egy fejdísz, egy ékesség. Ti vagytok az én ékességem, ti vagytok az én díszem, ti vagytok az én örömeim. És igazából mit akar mondani Pál ebbe a versbe? Hát egy dolgot akar mondani, hogy eddig, amit mondott, hogy így álljatok meg. Csak ezt az így álljatok meget, ezt így a szíve teljességében mutatja ki. Így álljatok meg az Úrban, szeretteim. És tudod, ez egy akkora dolog, hogy egy figyelmesség, egy kedvesség, ahogy olvastuk a szellem gyümölcsébe, szívesség és jóság, és a jóság az egy ilyen tevőleges jóság. Oké, és ezek a dolgok felszabadítják azokat a kincseket, amik köztünk vannak. Felszabadítják. És arra gondoltam még itt, Jelenések 3-ban, ahol azt mondja a melyik gyülekezetnek, most el is felejtettem, Filadelfiának, hogy nincs sok erőd, de én ajtókat nyitok meg neked. Figyeljetek, nem kell, hogy erős gyülekezet legyünk. Nem kell, hogy csak tudnunk kell az azonosságunkat, tudnunk kell az örökségünket, gyakorolnunk kell magunkat benne. Nyilván az a szeretet, amire Isten tanít egymásfelől, amit olvastam nektek Tesszalonikából, ahogy így vagyunk, Isten ajtókat fog nyitni előttünk, ajtókat fog nyitni. Nem azért, mert erőlködünk, nem azért, mert nagyok vagyunk, hanem azért, mert Isten ilyen. És aztán befejezésként, tehát azonosság, kedvesség. És a harmadik, az valahogy így kapcsolódik, amit a Hanna mondott, így az öngyógyításhoz, a szervezet öngyógyításához, a test öngyógyításához. Így arra gondoltam, ahogy így együtt voltunk ezen a pár napon. Valahogy eljutott egy pontra számomra legalábbis ez az együttlét, ahol így körbenéztem, és biztos, hogy veletek is valami, tehát a bizonságból jött, hogy többetekkel, sokót vagy többünkkel ez történt, hogy körbenéztem, és úgy éreztem, hogy ez a közös, hogy közösségként eljutottunk oda, vagy eljutottunk oda, ez nem egy jó szó, de mint hogyha ízlelnénk azt, hogy milyen egy ilyen öngyógyító, önépítő közösség lenni. Elmondom, miért gondolom ezt. Mert az ördög munkája révén egy közösség eljuthat oda belső konfliktusok és személyek közti konfliktusok következtében, az ördög munkája révén, hogy egy közösség önrombolóvá válik. Magyarul zárj össze bennünket, és rosszabbul leszünk, mint voltunk. Így van? Önromboló, romboló, romboló a szavak, a lelkület, igen, az egész csak egy önromboló. És nagyon nehéz ebből így váltani, főleg mikor ez valahogy úgy benne van, részévé vált egy közösségnek. De én úgy gondolom, hogy Isten vezet minket. Én érzékelem ezt is, és ti is, ahogy így kifejeztétek. Amikor ez így átcsap egy ilyen önépítő, amikor így együtt vagyunk, akkor az annyira jó volt. Annyit kaptunk, olyan sok szinten kaptunk sokféle módon, színesen, gazdagon, és hogy van egy ilyen önépítő, öngyógyító közösség, és ez, tudjátok mi ez, ha így igeileg meg akarod fogalmazni? Efézus 4.16. Hogy olvassam fel nektek ezt így. Efézus 4.16 azt mondja, hogy
Ha megadtam neked ezt a verset, Zsolti. A 18-at, de ez 16 vers van benne. Ja, nem, igazad van, nem, 32, igazad van. Csak azt mondja, hogy belőle van az egész test, Krisztusból van az egész test összerakva és egybe szerkesztve. A tagok, valakinek van egy Biblián, neked van Bibliád. Nem, az nem Biblia, az ilyetet. Köszönöm. Ő az, aki az egész testet egybefogja, és összetartja a különféle üzületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, nézd meg, és építi fel saját magát szeretetben. Tehát nézd meg, minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássága gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetbe. Hogy a Krisztus teste magát építi fel szeretetben. És az előző versben azt mondja, hogy az igazságot szóljuk szeretetbe, vagy a görögben az van, igazságoljunk szeretetbe. Tehát ahogy az igazság, a Biblia, most nincs is itt a Bibliám, az igazság és a szeretet, ahogy jön, és ahogy a bizonyságokat szóltuk, ahogy közösségben vagyunk egymással, ahogy a megélt igazságokat is szóljuk, ahogy ez az igazságot szeretetben, és felépül a Krisztusnak a teste, felépül a gyülekezet. És csak ezt mondtam már régebben, de szeretném mondani, hogy nem mi lelkipásztorok építjük fel a gyülekezetet. Nem. Olvasd el Efézus 4-et. A vezetői ajándékoknak a feladata, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének az építésére. Nem. Nem mi, hanem mi. Mi. És csak ezt akarom mondani, hogy hajrá, menjünk tovább ebbe. Menjünk tovább. És figyeljetek, most megízleltünk valamit, de ez nem az, hogy jaj, igen, megízleltük. Ne legyen az a mentalitásunk. És ne is legyen az a mentalitásunk, hogy konferenciáról konferenciára megyünk. Vagy alkalomról alkalomra. Nem. Hétköznapokra adatott ez. Hanem legyen az a mentalitásunk, hogy most megízleltünk valamit, hogy tovább vigyünk valamit. És figyeljtek meg, ez biztos, ahogy tovább megyünk ebbe, Isten többet ad, többet ízlelünk, több lánc lehullik, több megújulás történik, több szabadulás történik a szívünkben, nagyobb kijelentés a Krisztusról, az ő tervéről, az ő. Ja, és csak menjünk, Isten velünk van, abszolút velünk van, abszolút. És tetszett, amit Csöpi néni mondtál, hogy van egy ilyen elbizonytalanító szellem. Figyeljetek, sokat tudnék beszélni arról, hogy én mennyiszer bizonytalanodtam el, és mennyiszer érzékeltem azt az elbizonytalanodást. Nyilván ennek van egy emberi része, de biztos vagyok benne, hogy az ördög, mivel szellemi háborúban vagyunk, csak így teszi a fát a tűzre. Csak menjünk tovább, Isten velünk van, és tudjátok, egy ilyen együttlét, vagy hosszú hétvége, vagy konferencia, vagy tábornak a végén, hogyha voltál gyerek, de na, persze, hogy voltál gyerek. Figyeljetek, van egy bizonyos mértékű fáradtság bennem. Lóri azt mondta, hogy elfáradt, de nem lelkileg. Én agyilag is, meg minden módon is. Tehát, ha voltál gyerek, álljon fel, aki volt gyerek. Tehát, ez jó. Igen. Tehát, amikor gyerekek voltatok, így van, és elmentetek egy táborba, ahonnan akár így több helyről voltatok, és annyira úgy valami összeérett, valami kohézió lett, és milyen nehéz volt a végén, hogy el kellett búcsúzni, nem is tudtátok, hogy az ország különböző pontjaira mentek után el, és lehet, hogy nem is találkoztok, majd írtok levelet, nem mindegy, levelet egymásnak, és hogy volt egy ilyen szomorúság benne, hogy vége van ennek, ezek nem fognak visszajönni, ezek a napok. Tudjátok mit? Nem.
Nem, a Krisztusban lévő valóság miatt. Nem, nem, ez nagyszerű volt, de nincs vége. Most kezdődik, most folytatódik, Isten velünk van, amiről beszéltünk, az a hétköznapokról szól, amiről Isten beszél, az a hétköznapokról. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű ezt megélni a hétköznapokban, vagy, tehát értjük, de hogy nem, nem. Isten, Istennek sok mindene van számunkra. Ő Isten, mi meg az ő népe. Amen? Amen. Amen. Imádkozunk, és fejezzük be egy dallal, Palkó, gyertek így. Adjuk oda a szívünket ebben a dalban az Úrnak. Mennyei Atyánk, nagyon szépen köszönjük a te szellemednek a szolgálatát ezekben a napokban. És úgy szükségünk van rá, mint egy falat kenyérre, mint egy kiszáradt földnek a lágy esőre, hogy te megöntözzél bennünket, és köszönjük, hogy öntöztél, és köszönjük, hogy öntözni fogsz, mert ez a te természeted. És köszönjük, amit elvégeztél, és végeztél, vagy elindítottál bennünk, köztünk. Köszönöm, amit a szívünkben elindítottál, vagy végeztél, vagy elvégeztél. Ez különböző lehet. Köszönöm, amit a kapcsolatokban munkáltál. Köszönöm azt az alázatot, ami köztünk megnyilvánult, azt a krisztusi lelkületet, krisztusi alázatot. Köszönöm, hogy egymást is ezáltal inspirálhatjuk, hogy mikor látjuk egymásban téged és azt a krisztusi lelkületet, akkor az segít nekünk. Köszönöm, hogy te vagy az, aki összeraksz bennünket, ahogy olvastuk, össze szerkesztesz, egybe raksz bennünket. Köszönöm, hogy te vagy az, aki bennünket, mint köveket faragsz, hogy összeíjünk egy szent templommá az Úrban, mint élő köveket. Köszönöm, Uram, hogy te benned lehet a mi bizodalmunk, és hogy nem önmagunk miatt lehet reménységünk, hanem te miattad. Köszönjük, Úr Jézus. És köszönjük, mennyei Atya, hogy te annyira törődő vagy velünk. És arra is kérünk téged, hogy továbbra is szabadítsd a mi lábunkat, szabadítsd a mi szívünket, szabadítsd a mi értelmünket, hogy továbbra is így emelj minket kősziklára egyre inkább, hogy Uram, ahogy itt vannak az előttünk álló hetek és hónapok, Uram, te munkálj rajtunk keresztül, de köszönöm azt, hogy te jó atya vagy, aki jókat terveztél a gyermekeidnek. Hálásak vagyunk ezért. Köszönök valóban minden részt, amin keresztül te lelepleződtél és le fogsz lepleződni a jövőben. Köszönjük az elhívásunkat, köszönjük a bátorításod, köszönjük a kihívásokat, amiket kaptunk. Hálásak vagyunk neked. Jézus fiad nevében. Amen.